Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Let's Love, én Robin vagyok, és ma megnézzük, hogy hogyan működik az Origin, illetve Bard. Tehát a World Walker el amit kibeszéltünk már Viktorral, úgyhogy az összes új lapnak a működését és elképzelését és koncepcióját megnézhetitek, hogy mi mit gondolunk róluk. Ennek az elérhetősége lent lesz a leírásban. Térjünk rá arra, hogy mi is az Origin. A patch kettő darab Origin champ tettünk szert Bardra és Jinre. Jin Jean majd egy másik videó tartalma lesz, most beszéljünk Bardról. Az Origin csempek bizonyos lehetőségekkel bírnak, amikor berakjuk őket a paklingba, és mivel a Riot azt mondta, hogy nem lesz több régió, csak ez a tíz, amivel eddig találkozhattunk, ezért az Origin csempek egy egész régiót elfoglalnak önmagukba, és ennek megfelelően kapnak valamilyen effektet, ami már egyből a játék elejétől érvényes. Bárd esetében ez a The Wandering Caretaker, ami annyit tesz, hogy bármilyen lapot belerakhatunk a deképítéskor régiótól függetlenül, ami chime rak a deckünkbe, ami az új boon, ami egy fordított trapnek minősül, tehát folyamatosan buffolja majd a lapjainkat, illetve ugye minden egyes kör elején ahány bárd volt a starting deckedbe, ami jó esetben három lesz, annyi boon fog berakni a pakliba, amit amikor kihúzunk, akkor aktiválódik is, akár csak egy trap, és a kezedben lévő szövetségesek közül plusz egy, plusz egyet kioszt minden egyes csájm, amit aktiválunk. Úgy működik, mint a flashbomb két linnél, nyilván annak a kivételével, hogy ez ugye buffolni fog a kezünkben, hogyha többet húzunk ki, akkor lehet, hogy mindegyik egy unitra megy, de az is lehet, hogy szétszorulik a unitok között valamilyen arányban. A lényeg, hogy folyamatosan progresszeli előre bárdot, és erősíti a unitjainkat a kezünkben. Bárd akkor fog livalapolni, hogyha 20 darab statot biztosítottál az elájuknak, akár a kezedben, akár az asztalon. Ez azt jelenti, hogy egy HP, egy damage, amit a chime biztosít, az rögtön kettőnek számít. Úgyhogy még supportál és a pár régió valami tele van buffal, azért lehet hamar level ezt a bárdot, és onnantól kezdve nagyon erős lesz. Támadáskor ugye berak három chime véletlenszerűen a deckedbe, tehát tovább növeli az engine-edet, és amikor libalápolva teszed meg ezt az atakot, már hatot fog berakni, illetve minden egyes chime, ami aktiválódik, nem csak a kezedbe, hanem még egyszer aktiválódik, és az asztalon lévő elájukat is buffalni fogja, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan föl lehet hízlálni azokat a unitokat, főleg ha valamilyen olcsó, így sokat húzó, gyors agródeket játszunk. Az Origin csempeknek, mint minden más csempnek is van Signature spellje, ám ezeket az Origin lévén, mivel hogy nincsen saját régiójuk, nem lehet külön a játékba rakni, tehát ezek nem lekraftolható lapok. Bárdi a Bard's Traveler's Call, ami kihúz nekünk egy followert burstbe, három manáért, és aktiválja az összes bunt. nagyon fontos, hogy bunt, nem csak csajmokat, a top három lapunkon. Azért fontos, hogy Bunt nem csájmod, mert hogyha a későbbiekben a Riot készít az ice még ilyen hasonló Bunt, ahogy megkaptuk a flashbombot a Puffcap után, ez ugyanúgy érvényes lesz rá. És kétlem, hogy a Riot ezzel ne foglalkozna, hanem is a közeljövőbe, de egy picivel később biztosan, és akkor Bárdal egy egészen új világ fog megnyílni. Úgyhogy ez lenne Bárd, nézzük meg, hogy milyen supportlapokat kapott. Beard the Bellringer, egy egyes drop, Bundle Cityhez hez tartozik, kettes egyes, akródekekben nagyon jól működhet, amikor szummonolod, akkor berak egy a top lapodra, tehát a következő körbe, vagy ha még azon körön tudsz húzni egyet, azonnal aktiválódik is. Egy-két plusz tattal, egy kis jordulagróba például nagyon hasznos bár nélkül is. Esmus, Breath of the World, ő Targonhoz tartozik, Support a lévén Tarikhoz is nagyon jó lehet, egy elúzív lap két manáért, ugyan 0 2 adta rendelkezik, tehát ütni nem tud, de amikor szumonoljuk, ő is berak egy csájmat a top lapodra, így a következő körben vagy a következő húzásodnál már automatikusan meg lesz, és ha supportolunk, akkor plusz egy plusz egyet ad Perma a mellette lévő unitnak, ami jó bárnak a level is, meg hát egy kis plusztat sosem árt. A másik targon chime lapunk, a Mystic Vortex, ami egy érdekes landmark, és hogyha legjobban hasonlítanám kéne valami ez a kortán a surimai prezerváriumhoz hasonlítanám, ami ugye húz egyet, mikor lerakod, és húz egyet, mikor lejár a két kör. Na most ő berak három chime amikor leszummonolod, illetve plusz hármat, amikor lejár a countdown-ja, ráadásul countdown -on még húz is egyet, úgyhogy ez a hat chime, ami általában bekerült, akár ha a top lapjait közül valamelyikre kerül egy-kettő, akkor aktiválódik is. Nagyon hasznos két manás len már. Bármilyen deckben, nem csak bárthoz. Kellett egy kis kontroll is ehhez a mechanikához, szerencsére nem túl erős, viszont nagyon-nagyon hatékony és hasznos lehet, akármilyen deckben, nem feltétlen csak bárt mellé, mivel Bundle Cityhez tartozik, bármikor beférhet egy olyan deckbe. 5 manáért fastba a Cosmic Binding kettőt üt egy ellenfélre, és lesz egy másikat, illetve három chime véletlenszerűen eloszt a deckedben. Ő azért nagyon jó, mert agru ellen és Overwhelm Endgame kombó OTK ellen is nagyon-nagyon hasznos lehet, ugyanis pont 5 mana, pont a meccs közepén már el hozzáférsz, ha agru ellen játszol és nem tudtál rapot akkor 3 mana már ki tudod játszani, hogyha Overwhelm ellen játszol, akkor tudod tartogatni és építeni közbe a bordodat, hogy majd az Overwhelmet megfogd vele. Nagyon-nagyon hasznos lap, csak ajánlani tudom. És végül, de nem utolsó sorban, Moduli the Gatekeeper, a legdrágább csájmos lapunk, szintén Bundle city tartozik, 6 mana, 4 6 os stattal, igazából neki már nem kell lenni az asztalon a statjai, teljesen mindegy, neki az effektje az, ami nagyon erős, főleg ha erre építjük a decket, amikor szumonaljuk, akkor a top lapodra berak egy de nem ez az érdekes, hanem hogy utána az összes búnodat megduplázza a paklitban, ami megint csak, mint ahogy a Traveler's call is mondtam, hogyha lesz később más bún is, Maduli azokat is meg fogja duplázni, egy egészen új világ fog megnyílni, és már most is nagyon-nagyon hasznos és nagyon erős ez a duplázása, főleg ha többször ki tudjuk játszani. Úgyhogy ez lenne az Origin, Bard és a Chime mechanika a búnokkal nagyon-nagyon jó elképzelés, nagyon-nagyon hatékony, és tényleg olyan flexibilis és hasznos, hogy bármilyen régióval működik. Éppen ezért Viktor el is kezdtünk egy mini sorozatot Youtube-on, ahol Bárd elutazik az összes régióba, és minden egyes régióval csinálunk egy deket. Az Ioniait már láthattátok Illékony hangok címen, illetve már Feldolgozás alatt van a Bilgewater és Noxus verzió is, ráadásul elkészült nagyon-nagyon sok más régióval is. Egyetlen egyel vagyunk picit megakadva Shadow eyes zal így ha arra van ötletetek vagy elképzelésetek, akkor ezt kommentbe várjuk. Én ennyi lettem volna mára, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, legközelebb egy újabb videóval találkozunk. Sziasztok!